Ezek a mi gyerekeink. Kedves nézőink, tisztelt választópolgárok! 2 évvel ezelőtt, amikor a Fidesz megalakult, és ezért a rendőrség börtönnel fenyegetett minket, még nem reméltük, hogy nem sokára, igaz már gyermekei körében, a szabad választásokra készülhetünk. Amikor kitiltottak Csehszlovákiából, én sem gondoltam volna, hogy alig 5 hónap múlva Václav Havel, mint köztársasági elnök fog tőlem bocsánatot kérni. Kétségtelen, hogy az elmúlt néhány hónapban Magyarországon nagyon sok minden megváltozott. Azonban mi úgy gondoljuk, hogy még nagyon messze vagyunk a rendszerváltástól. Ma Magyarországon nem békés átmenet, hanem békés átmentés folyik. A kormányzó párt, a gazdaság és a politikai elit a hatalmát menti át a választások utáni időszakra. Szabad választásokra készülünk, de közben a kormányzó pártnak továbbra is tulajdonában vannak a megyei napilapok, amelyeket nem hajlandó visszaadni, továbbra is dacoval népszavazás döntésével megtartja üdülőit, pártszékházait. Ilyen körülmények között, bár szabad választások lesznek, erősen kétséges, hogy megvalósul-e az esélyegyenlőség. Bizony. Az állami vagyon magánkézbe adását társadalmi ellenőrzés mellett képzeltük, és képzeljük most is el. Programunkba nem csak a társadalmi ellenőrzés fontosságát látjuk, hanem az infláció ellenes harcot is. Ugyanakkor mi azt gondoljuk, hogy gazdaságpolitikát, szociálpolitika nélkül nem lehet csinálni. Különös figyelmet kell fordítani az idősekre, a pályakezdőkre, a szegényekre. Az egyetlen megoldást, hogy ebből a gazdasági válságból kilépjünk, úgy látjuk, hogy a polgári demokráciák piacgazdaságát kell meghonosítani hazánkban is. Vállalkozás nélkül nincs piac, és magántulajdon nélkül nincs vállalkozás. Jelentősen csökkenteni kívánjuk a katonai szolgálat idejét és a honvédelmi kiadásokat. Természetesen gyermekeinkre lakható környezetet szeretnénk hagyni. Úgy gondolom, programunknak egyik fontos pontja, hogy a fiataloknak minél több lehetőséget, időseknek pedig biztonságot teremtsünk. Közép-Európában az zajló demokratikus forradalom páratlan lehetőséget biztosít céljaink megvalósítására. A kommunista rendszerek véleményem szerint visszavonhatatlanul összeomlottak. A szovjet csapatokat mielőbb ki kell vonni az országból, mert egy olyan semleges, független Magyarországot szeretnénk, amely egyenrangú partnerként tud csatlakozni mielőbb a fegyvermentes és egységes Európához. Végül is abból kell kiindulnunk, hogy a Fidesz egy olyan új Magyarországot szeretne, amely mindenki számára korhatár nélkül megteremti az emberhez méltó életfeltételeket, a békés, boldog, félelem nélküli élet lehetőségét. 43 évi elvonás után egy igazán új, emberközeli, erőszak nélküli politikára van szükség. Olyan politikára, amelyik nem csak a hatalomban gondolkodik, hanem megpróbálja az emberek alkotókészségét is felszabadítani. Helyre kell állítani a helyi önkormányzatokat, hogy a demokrácia ne csak az országos politikában, hanem a mindennapokban is érvényesüljön. Csak ekkor nyílik valódi lehetőség arra is, hogy a falvak népe végre saját maga rendelkezhessen a földjei fölött. Mi olyan országba szeretnénk élni, ahol az emberek odafigyelnek egymásra, és meg is értik egymást. Úgy gondolom, hogy a fiatal magyar demokráciának szüksége van fiatal demokratákra. Én tudom, hogy a mi programunk nem különösebben lelkesítő, de mindenkinek tudnia kellene, hogy mi csak annyit mondunk, ami Magyarországon ma megvalósítható. A Fiatal Demokraták Szövetsége ezen a választáson tiszta lappal indul. Képviselőjelöltjeink olyan emberek, akik felemelték szavukat a diktatúra ellen, és nem szolgáltak népellenes hatalmakat. Célunk a minél teljesebb egyéni szabadság és a gazdasági felemelkedés biztosítása, hiszen csak az a nemzet lehet szabad, amelynek polgárai is szabadok. Rajtunk, mindannyiunkon múlik, hogy milyen lesz az új Magyarország. Tisztelt választópolgárok! Arra kérem önöket, támogassák jelöltjeinket, és természetesen szavazzanak ránk! Hallgass a szívedre! Szavazz a Fideszre!